A fehérvári sportlegendák és a püspöki sörök lesznek a fókuszában annak az új beszélgetés sorozatnak, amely a székesfehérvári Barátok kávézó és teázóban indul október 30-án. Az eseményen olyan személyeket ismerhetnek meg az érdeklődők, akik nagyban hozzájárultak Székesfehérvár sport sikereihez. Az Egyházmegyei Múzeum igazgatója elmondta, cél az, hogy további társadalmi körök felé nyissanak. Úgy gondoltuk, hogy nagyon alkalmas lenne arra, hogy nyissunk a közönség felé, újabb csapatokat, újabb társadalomnak újabb rétegeit tudjuk megszólítani, és ezért kitaláltuk, hogy a sporttal foglalkozók, sportolók, illetve a sporttal szurkolóként foglalkozó emberek felé megpróbálunk nyitni. Az estek házigazdája Vakler Lajos újságíró lesz, aki elárulta, milyen szempontok szerint állította össze a vendéglistát. Székesfehérvár nem csak a királyok városa, nem csak a gazdaság és a kultúra városa, hanem sportváros is. Ennek tükrében voltak éppen egyszerű dolgom volt, tekintve, hogy a város sport élete olyan színes, változatos, ami párját ritkítja, mondhatom. Így aztán a sportkönyv első része, illetve most megjelenő sportkönyv második kötetének szereplői is természetesen itt lesznek, kiegészítve mindazokkal, akik érdeklődésre tartatnak számot. Ez azt jelenti, hogy a jelen és a múlt fog találkozni, és adott esetben talán még a jövő is. A program sajtótájékoztatóján részt vett Spányi Antal megyéspüspök is, aki úgy véli, ezek a beszélgetések segíthetnek az embereknek közelebb hozni a szenteket és az egyházi gondolkodást. Úgy gondoltuk, hogy a sör lehet egy olyan alkalmas eszköz arra, hogy emberi kapcsolatokat erősítsen, beszélgetéseken keresztül gondolatokat tudjunk cserélni, tudjunk rácsodálkozni példaképekre, közelebb tudjunk kerülni egymáshoz. Ezt szeretnénk megvalósítani a most induló próbálkozással, sorozattal. Az első vendég Kű Lajos lesz, majd az azt követő második héten Ocskai Gábor sport életével ismerkedhetnek meg a látogatók. November 27-én Sasvári Csilla, a Vörösmarty Rádió szerkesztő műsorvezetője eleveníti fel nagy sikerű evezős múltját.